Báruk könyve. Első rész. Ezek annak a könyvnek a szavai, amelyet Báruk Babilonban írt meg. Ő Neri a fia volt, az meg Maxé a fia, az Cidki a fia, az Hazádi a fia, az pedig Hielki a fia. Az ötödik évben a hónap hetedik napján történt, ugyanabban az időben, amikor a káldeusok elfoglalták Jeruzsálemet és a tűz tették. Báruk felolvasta a könyv szavait, Jojakim fia, Jekonja, Júda királya és az egész nép előtt, amely az olvasásra összegyűlt. Továbbá az előjárók, a király fiai és a vének előtt, vagyis az egész nép előtt, kicsinyek és nagyok előtt, mindenki előtt, aki Babilonban, a Szud folyó mellett lakott. Sírtak, böjtöltek és imádkoztak Jahua előtt. Azután pénzt adtak össze mindenki annyit, amennyit tudott s ő azt Jeruzsálembe küldte Joakim papnak, Hilkia fiának, aki Sallum fia, meg a többi papnak és az egész népnek, amely vele volt Jeruzsálemben. Báruk már Sziván hónap tizedik napján megkapta Jahua házának edényeit, amelyeket a templomból elhurcoltak, hogy vigye őket vissza Júda földjére, azokat az ezüst edényeket, amelyeket Jozia fia, Cidkia, Júda királya készítetett azután, hogy Nebukadnezár, Babilon királya Jehonyát, a főembereket, a kézműveseket és a hivatalnokokat az egyszerű néppel együtt Jeruzsálemből elhurcolta és Babilonba vitte. Ezt írták. Nézzétek, pénzt küldünk nektek. Szerezzetek a pénzen égő áldozatot, engesztelő áldozatot és tömjént. Készítsetek ételáldozatot és mutassátok be Jahuának, a mi hatalmasságunknak az oltárán. Imádkozzatok Nebukadnezár, Babilon királya életéért és fiának, Baltazárnak az életért, hogy napjaik a földön olyanok legyenek, mint az ég napjai. Nekünk pedig adjon Jahua erőt és ragyogtassa fel szemünket, hogy Nebukadnezárnak, Babilon királyának és fiának Baltazárnak a védelme alatt élhessünk, hosszú ideig szolgálhassunk nekik, és kegyelmet találjunk előttük. Imádkozzatok értünk is Jahuához, a mi hatalmasságunkhoz, hiszen védkeztünk Jahuá a mi Elohimünk ellen. És Jahua neheztelése és haragja mind a mai napig nem fordult el tőlünk. Azután olvassátok fel ezt a könyvet, amelyet küldünk nektek. Hangozzék el Jahuah házában, az ünnep napján, az összejövetel napján. És mondjátok, Jahuái, a mi Elohimünké, az igazságosság, a szégyenkezés azonban a miénk ezen a napon, Júda fiaié, Jeruzsálem lakóié, királyunké, vezetőinké, papjainké, profétáinké és atyáinké, mert védkeztünk Jahua színe előtt, nem engedelmeskedtünk neki, és nem hallgattunk Jahuának, a mi hatalmasságunknak a szavára, pedig Yahua parancsai szerint kellett volna élnünk, amelyeket elénk tárt attól a naptól fogva, hogy atyáinkat kihozta Egyiptom földjéről, egészen a mai napig engedetlenek voltunk Jahuánk, a mi Elohimünk iránt, és vonakodtunk a szavára hallgatni. Ezért ránk tört a baj és az átok, amelyel Jahua megfenyegetett szolgálja Mózes által, amikor atyáinkat kivezette Egyiptom földjéről, hogy nekünk adja a teljel mézzel folyó országot. És az átok rajtunk is maradt mind a mai napig. Nem hallgattunk a szavára, amelyet hozzánk küldött proféták közvetítettek, hanem mindenki saját szívének gonosz hajlamát követte, és idegen hatalmasságoknak szolgáltunk, és azt tettük, ami nem tetszett Jahuának, a mi Elohimünknek. Második rész. Ezért Jahúa beváltotta szavát, amelyet kimondott ellenünk, az Izrael fölött ítélkező bírák ellen, királyunk ellen, előjáróink ellen, izrael és júda népe ellen. A mérhetetlen ég alatt soha nem történt ahhoz hasonló, amit Jeruzsálemben véghez vitt. Egészen úgy, ahogy Mózes könyvében meg van írva, hogy közénk tartozó emberek közül némelyek saját fiaik, mások meg saját lányaik húsát ették meg aztán kiszolgáltatta őket azoknak az országoknak, amelyek körülöttünk vannak, hogy megvetés és gyalázat tárgya legyen körös körül minden nép körében, ahová szétszórta őket. Alájuk kerültek nem föléjük, mert védkeztünk Jahua a mi hatalmasságunk ellen, és nem hallgattunk a szavára. Jahuai a mi ki az igazságosság, ami arcunkat azonban és atyáink arcát ma szégyen borítja. Ránk szakadt minden megpróbáltatás, amelyet Jahua kimondott ellenünk. Nem könyörögtünk Jahua szín előtt, hogy fordítson el bennünket, minnyájunknak szívünk gonosz kívánságaitól. Ezért Jahua mind készenlétben tartotta azokat a csapásokat, amelyeket aztán ránk hozott. Jahua ugyanis igazságos minden intézkedésében, bármit tesz is velünk. De mi nem hallgattunk a szavára, és nem éltünk Jahua parancsai szerint, amelyeket elénk tárt. Nos hát Adonai, Izrael Elohimja, te erős kézzel, jelekkel, csodákkal, nagy erővel és fölemelt kézzel vezetted ki népedet Egyiptom földjéről, és ezáltal nagy nevet szereztél magadnak mind a mai napig de mi védkeztünk, gonoszat tettünk, igazságtalanok voltunk. Jahua Elohimünk minden intelmed ellenére. Most azonban forduljon el tőlünk haragod. Már csak kevesen maradtunk meg a pogány népek között, ahová szétszortál bennünket. Ádonáj, hallgass meg imáinkat és kérésünket, és ments meg minket ten magadért hadd találjunk kegyelmet azok színe előtt, akik elhurcoltak bennünket, hogy így az egész föld megtudja. Adonai, te vagy a mi Elohimünk, és hogy Izrael és a nemzetség a te nevedet viseli. Tekints le most hajlékodból, Adonai, és emlékezzél meg rólunk. Fordítsd felénk füledet, és hallgass meg minket. Nyisd ki a szemedet, és láss meg bennünket hiszen nem az alvilágban lévő holtak dicsőítik és magasztalják Jahuát, belülük már elszállt az éltető lehelet. A csapások sújtotta ember, aki meggörnyedve fáradtan vánszorog, a megtört szem és az éhező lélek, az dicsőít és magasztal téged, Adonai. Nem hivatkozhatunk atyáink és királyaink érdemeire, amikor elét tárjuk kéréseinket. Jahua, ránk zúdítottad haragodat és indulatodat, ahogy szolgáid a proféták által előre kijelentetted, ezekkel a szavakkal. Ezt mondja Jahua, hajtsátok meg nyakatokat, és szolgáljátok Babilon királyának, akkor megmaradtok abban az országban, amelyet atyáitoknak adtam. De ha nem hallgattok Jahua felhívására, és nem szolgáljátok Babilon királyát, akkor megszüntetem Júda városaiban és Jeruzsálemben az öröm szavát, a vidámság hangját, a vőlegény énekét, a mennyasszony dalát, és az egész ország lakatlan területté válik. Mi azonban nem hallgattunk szavadra, nem szolgáltunk Babilon királyának ezért beváltottat fenyegetésedet, amelyet szolgáid a proféták által kimondtál, hogy királyaink csontjait és atyáink csontjait kiszorják sírjukból. Valóban kiszorták őket az égető napra és az éjszakai fagyra, és rettenetes szenvedés közepette haltak meg, éjség, kard és pest is által. A házat is, amely nevedet viselte, azzá tetted, amivé lett a mai napig, Izrael házának és Júda házának bűnei miatt. Velünk azonban Adonáj, nagy jóságod és végtelen irgalmat szerint bántál, ahogy megígértett szolgád Mózes által azon a napon, amelyen megparancsoltad, hogy törvényeidet írja le Izrael fiai számára. Ha nem hallgattok szavamra, akkor ez a megszámlálhatatlan nagy sokaság kis maradékkán zsugorodik össze a népek között, ahová szétszórom őket. Tudom jól, hogy nem fognak rám hallgatni, mivel kemény nyakú népez, de számüzetésük földjén majd szívükre veszik, és felismerik, hogy én, Jahua, a hatalmasságuk vagyok. Akkor majd fogékony szívet és fület adok nekik. Számüzetésük földjén majd dicsőítenek és megemlékeznek nevemről. Szakítanak nyakasságukkal és gonosz tetteikkel. S arra gondolnak, hogy milyen útra terelődtek atyáik, amikor védkeztek Jahua ellen. Akkor majd visszaviszem őket arra a földre, amelyre megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adom, és ismét urai lesznek. Újra megsokasítom őket, s nem zsugorodnak össze többé. Végül örök szövetséget kötök velük. Hatalmasságuk leszek, ők pedig az én népem lesznek, és nem űzöm el többé népemet, Izrált abból az országból, amelyet nekik adtam. Harmadik rész. Mindenható Adonai, Izrael hatalmassága, szorongatott lélek és gyötrődő szív kiált hozzád. Hallgass meg, Adonai, és légy irgalmas, védkeztünk színed előtt. Te örökké uralkodol, mi meg elveszünk örökre. Mindenható Adonai, Izrael hatalmassága, hallgass meg Izrael halára szántjainak és azok fiainak a könyörgését, akik védkeztek ellened, akik nem hallgattak Jahua, Elohimjük szavára, ezért szakadtak ránk a csapások. Ne gondolj többé atyáink bűneire. Ebben az órában gondolj inkább saját kezedre és nevedre. Igen, Adonai, te vagy a mi hatalmasságunk, és mi dicsőítünk téged, Jahua. Te oltottad szívünkbe félelmedet, hogy segítségül hívjuk a nevedet. Dicsőítünk téged számkivetésünkben, hiszen eltávolítottuk szívünkből atyáink minden gonoszságát, amelyel védkeztek színed előtt. Nézd, mi még ma is abban a fogságban vagyunk, amelybe szétszortál bennünket, hogy iszonyat, átok és büntetés legyen atyáink minden bűne miatt, akik eltávolodtak Jahuától a mi hatalmasságunktól. Hald meg Izrael az élet törvényét, figyeljetek, hogy szert tegyetek a tudásra. Izrael miért, vagy ellenséged országában miért? Megöregedsz idegen földön, beszenyezed magad halottakkal, és azok közé számítanak, akik leszállnak az alvilágba. Elhagytad a bölcsesség forrását. Ha Jahua útjain jártál volna, akkor otthon laknál békében mindörökké. Tanuld meg, hol van a tudomány, Hol az erő, hol az értelem, s akkor megtudod azt is, hol a maradandóság és az élet, hol a szemragyogása és a béke. De kifedezte föl a helyét és kihatolták kincseihez. Hol vannak a népek vezetői és azok, akik a föld állatai fölött uralkodtak? Azok, akik az ég madaraival játszottak, azok, akik gyűjtötték az aranyat és az ezüstöt, amelyben az emberek bizakodnak, vagyis azok, akiknek a gazdagsága határtalan volt. Azok, akik annyi gonddal dolgozták meg az ezüstöt, hogy munkájuk felülmúlta a képzeletet. Eltűntek, leszálltak a holtak országába, a helyükre mások léptek. Fiatalabbak látták meg a napvilágot, és laktak a földön, de ők sem találták meg a tudás útját. Nem fogják fel ösvényeit. Fiaik sem tették magukévá, hanem távol maradtak útjától semmit sem ismertek fel belőle Kánaámban, és nem értették meg Temámban. Sem Hágár fiai, akik lent keresik az értelmet, sem Midián és Temán kereskedői, ezek a mesemondók és tudni vágyók sem ismerték fel a bölcsesség útját, nem találták meg ösvényeit. Ó, Izrael, milyen nagy az Elohim hajléka, milyen messze terjed a birtoka, nagy és határtalan, magas és mérhetetlen, itt születtek az óriások a régi kor hírességei, a daliás és harcos emberek. De Elohim nem választotta ki őket, nem mutatta meg nekik a tudás útját. Elvesztek, mert nem volt tudományuk. Elvesztek eztelenségük miatt. Kiszáll fel az égbe, hogy megragadja és lehozza a felhőkből. Ki kell át a tengeren, hogy fölfedezze és idehozza tiszta aranynak. Senki sem találta meg az útját, nem fogta fel ösvényeit. De ismerte az, aki mindent tud. Ő átvizsgálta értelmével, ő, aki mindörökre megalkotta a földet és betöltötte élőlényekkel, Ő, aki küldi a fényt, és az eljön, de ha visszahívja, az remegve engedelmeskedik. A csillagok vidáman ragyognak helyükön, de ha ő szólítja őket, azt felelik, itt vagyunk vidáman csillognak alkotójuk előtt. Ő a mi hatalmasságunk. Senki sem hasonlít hozzá. Ő felkutatta a tudás minden útját, és átadta Jákobnak, a szolgájának, és Izraelnek, akit szeretett. Így jelent meg a földön, és társalgott az emberekkel. Negyedik rész. Elohim parancsának könyve az, a törvény, amely örökre megmarad. Aki megtartja, élni fog, aki elhagyja, meghal. Tér vissza, Jákob, és öleld magadhoz. Jár fényének világosságában. Ne engedd el dicsőségedet másnak, a kiváltságodat más népnek. Boldogok vagyunk mi, Izrael fiai, mert Elohim tudtunkra adta, hogy mi tetszik neki. Élesz fel reményed, népem Izrael nevének hordozója. Eladtak benneteket a népeknek, de nem azért, hogy elveszetek. Felingereltétek az Elohim haragját, ezért lettetek az ellenség martaléka. Teremtőtöket ingereltétek haragra, démonoknak áldoztatok, nem az Elohimnek. Elfeledkeztetek az örök Elohimről, gondviselőtökről, és megszomorítottátok dajkátokat, Jeruzsálemet. Láttam, mint rátok szakadt Elohim haragja, azért így szólt. Halljátok meg Sion szomszédjai! Elohim nagy szomorúságot küldött rám. Láttam fiaim és leányaim fogságát, amelyet az örökké való hozott rájuk. Örömmel neveltem őket, de sírva és szomorúan néztem, amint távoztak. Ne legyen senkiben kár öröm, amiatt, hogy özvegy lettem, s annyian elhagytak gyermekeim bűne miatt lettem elhagyatott, mert elfordultak az Elohim törvényétől. Nem ismerték fel parancsait, nem jártak az általa szabott úton, s nem követték a fegyelem ösvényét az igazság szerint. Gyertek ide, Sion szomszédjai! Gondoljatok fiaim és lányaim fogságára, amelyet az örökkévaló hozott rájuk. Távoli nemzetet szabadított rájuk, kíméletlen idegen nyelvű népet, amely nem tisztelte az aggastyánt, s nem volt részvétel a csecsemő iránt. Az özvegytől elvette szeretet fiát, megfosztotta leányaitól, és egyedül hagyta. De én hogyan segíthetnék rajtad? Csak azt szabadíthat ki ellenséget kezéből, aki rád hozta a csapást. Menjetek, hát gyermekeim, menjetek a magatok útján. Én meg maradok elhagyatva, egyedül levetettem a boldogság ruháját, és vezeklésül szörzsákba öltöztem, és az örökkévalóhoz fohászkodom, ameddig csak élek. Bizakodjatok, gyermekeim, kiáltsatok Elohimhez. Ő kiragad az elnyomásból, ellenségeitek kezéből. Én az örökkévalótól várom szabadulásotokat a Szent már örömre is hangolt írgalmával, amelyet nem sokára megmutat nektek is szabadítótok, az örökkévaló. Könnyek közt és gyászban néztem távozásotok, de Elohim visszaad nekem titeket örökre, öröm és újjongás közepette. Ahogy Sion szomszédjai most is látják fogságotokat, úgy fogják majd látni nem sokára Elohimtól szerzett szabadulásotokat amely nagy dicsőséggel és az örökkévaló ragyogásával jut nektek osztály részül. Ezért, gyermekeim, viseljétek türelemmel a haragot, amely Elohimtől szakadt rátok. Ellenséged üldözőbe vett, de nem sokára te is látod a romlását, és lábbal taposod a nyakát. Dédelget egy gyermekeim rögös úton jártak. Úgy vitték el őket, mint egy nyájat, amelyet elrabolt az ellenség de bízzatok, gyermekeim, kiáncsatok Elohimhoz. Aki megpróbáltatást hozott rátok, az újra megemlékezik rólatok. Ha elmétek távol járt Elohimtől, most térjetek meg és keressétek tízszeres buzgalommal, mert aki rátok hozta a csapásokat, örök örömet szereznektek a szabadulással. Éleszt fel reményed, Jeruzsálem, megvigasztal az, aki nevet adott neked. Meglakolnak mind, akik bántalmaztak, és örültek bukásodnak. Meglakolnak a városok, ahol gyermekeid fogságban voltak. Meglakol, aki elvette fiaidat. Ahogy örült bukásodnak és újjongott romlásodon, úgy fog bánkodni a saját pusztulásán. Nem örülhet többé tömérdek lakójának, dicsekvése szomorúságra változik. Az örökkévaló tüzet bocsát rá hosszú időre, és démonok lakóhelye marad igen sokáig. Jeruzsálem tekints kelet felé, és nézd az örömet, amely elohim jön. Nézd, visszatérnek fiaid, akiknek láttad távozását. Visszajönnek és összegyűlnek kelettől nyugatig a szentnek parancsára. Újjongnak, mert az Elohim megdicsőült. Ötödik rész. Jeruzsálem, vesd le a gyász és az inség ruháját, s öltsd magadra mindörökre Elohim dicsőségének szépségét. Öltsd fel Elohim igazságának köntösét, s tedd fejedre az örök dicsőség koronáját, mert az Elohim ismerté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt. Elohim ezt a nevet adja neked örökre, igazságosság békéje, és jámborság dicsősége! Kejföl Jeruzsálem állj a magaslatra és tekints keletre. Nézd mind gyűlnek egybe fiaid, napkelettől napnyugatig, a Szentnek szavára, és újjonganak, mert Elohim megemlékezett róluk. Gyalog távoztak, ellenség hajtotta őket, de Elohim vezeti vissza, és úgy hozza őket, mint királyi sarjakat. Elohim parancsot adott, hogy hordják el mind a magas hegyeket, s az örök halmokat, a völgyeket meg töltsék fel, hogy sík legyen a föld, és Izrael biztosan haladhasson Elohim dicsősége alatt. Az erdők és az illatos fák Elohim parancsára mind árnyékot nyújtanak Izraelnek. Elohim vezeti majd Izrált örömben, dicsőségének fényében, és kíséretül adja nekik irgalmát, és igazságosságát. Hatodik rész. Ez annak a levélnek a másolata, amelyet Jeremiás küldött azoknak, akiket Babilon királya fogságba akart hurcolni Babilonba. Így közölte velük, amit Elohim tudtára adott. Nebukadnezár Babilon királya az Elohim előtt elkövetett bűnök miatt hurcolt benneteket fogságba Babilonba. Ha majd megérkeztek oda, ott maradtok évekig, hosszú ideig a hetedik nemzetségig utána azonban békében kivezetlek onnan benneteket. Babilonban majd látok ezüstből, aranyból és fából készült hatalmasságokat, amelyeket az emberek a vállukon hordoznak, és amelyektől a pogányok félnek. Ti azonban vigyázzatok, ne kövessétek az idegeneket, és ne teljetek el félelemmel ezek előtt a hatalmasságok előtt, amikor látjátok, hogy a tömeg előttetek és mögöttetek imádja őket. Inkább mondjátok magatokban, Egyedül téged illet imádás, Adonai. Angyalom ugyanis veletek lesz, gondot visel életetekre. A báványok nyelvét a kézműves simította ki, arany és ezüst ruhát adtak rájuk, de azért csak hamis képek és nem tudnak beszélni. Fogják az aranyat, és mint a díszeket kedvelő leány számára, koronát készítenek belőle báványaik fejére. Az is megtörténik, hogy a papok titokban leszedik az aranyat és az ezüstöt, hatalmasságaikról, hogy saját hasznukra fordítsák, vagy hogy züllött nőknek adjanak belőle. Díszes ruhákba öltöztetik arany, ezüst és faisteneiket, mint az embereket, de azok nem védik meg őket a rozsdától és a szútól. Bíbor palást van rajtuk, de arcukról le kellett törölni a házporát, amely vastagon rájuk telepszik. Jogara is van, mint az emberi uralkodóknak, de senkit nem tud megölni, aki megtámadja. Jobbjában kardot vagy csatabárdot tart, de magát sem tudja megvédeni, sem a háborútól, sem a rablóktól. Erről lehet felismerni, hogy ezek nem hatalmasságok. Ne is féljetek tőlük. Az emberek által használt edény és értéktelen, ha egyszer eltörik. Ilyenek az ő hatalmasságaik is. Ha felállítják őket a házakban, szemük tele lesz a belépők lábáról levert porral ahogy körös körül bezárják a kapukat olyan ember előtt, aki megsértette a királyt, és akit vérpadra visznek, úgy biztosítják a papok az ajtókat zárakkal és reteszekkel, mert félnek, hogy a tolvajok ellopják a bálványokat. Mécsessel világítanak nekik még hozzá sokkal, akár csak maguknak, de egyet sem látnak belőlük. Olyanok, mint a templom gerendái. Mondják, hogy a belsőjüket kirágják a föld férgei, és megemésztik a ruhájukat is, de még azt sem érzik, hogy arcukat befeketíti a templom füstje. Testükre és fejükre rátelepszenek a denevérek, a fecskék és más madarak, sőt a macskák is. Erről ismerhetitek fel, hogy ezek nem hatalmasságok. Ne is féljetek tőlük. Aranyja vonják be őket, hogy szépek legyenek, de ha valaki nem tisztítja leróluk a rozsdát, akkor nem fénylenek. Arról sem volt tudomásuk, amikor öntötték őket. Magas áron vásárolták őket, de nincs bennük éltető lélek. Nincs lábuk, ezért vállon viszik őket, és így megszégyenülnek az emberek előtt. Szolgáik előtt is megszégyenülnek, hiszen csak az ő segítségükkel kelhetnek fel, ha leesnek a földre. Ha felállítják, akkor nem tud mozogni, s ha eldől, nem tud fölegyenesedni. Az adományokat úgy adják nekik, mint a halottaknak amit nekik áldoznak, azt a papok maguk hasznára eladják. Más részüket asszonyaik tulajdonítják el, de nem adnak belőle semmit a szegényeknek és a betegeknek. Az áldozatokat még a havi bajos és gyermekágyas nők is érintik. Ebből láthatjátok, hogy ezek nem hatalmasságok. Ne is féljetek tőlük. Miért is nevezik őket hatalmasságoknak? Még asszonyok is mutathatnak be áldozatot az ezüstből, aranyból és fából való hatalmasságaik előtt. Templomaikban ott ülnek papjaik, megszaggatott ruhában, lenyírt hajjal és szakállal, födetlen fővel. Ordítanak és kiáltoznak hatalmasságaik előtt, akár csak némelyek a halotti toron. A papok elveszik a hatalmasságok ruháit, és azokba öltöztetik asszonyaikat és gyermekeiket. Akár jót, akár rosszat tesznek velük, nem képesek viszonozni. Királyt nem állíthatnak és nem tehetnek le. Hasonlóképpen nem adhatnak gazdagságot és nem ajándékozhatnak pénzt. Ha valaki fogadalmat tesz előttük és nem teljesíti, nem kérhetik számon. Egyetlen embert sem mentenek meg a haláltól, sem a gyengét nem védik meg az erőstől. A vakot nem tehetik látóvá, és az embert nem szabadíthatják meg bajaitól nem könyörülnek meg az özvegyen, és nem segítik az árvát. A fából faragott, aranyjel és ezüstelbe vont hatalmasságok hasonlítanak a hegy köveihez, akik tisztelik őket, szégyent vallanak. Hogyan hiheti és mondhatja tehát valaki, hogy ezek hatalmasságok? Sőt, maguk a káldeusok is tiszteletlenül bánnak velük, ha ugyanis látnak egy némát, aki nem tud beszélni, elviszik bélhez, és követelik, hogy oldja meg a nyelvét, mintha hatalmasság egyáltalán hallaná. Mégsem látják be mindezt, és nem képesek elhagyni ezeket a hatalmasságokat, mert hiányzik belőlük az értelem. A szalagövet viselő asszonyok az utak mentén ülnek, és tömjén módjára égetik a korpát, és ha valamelyiköket egy járókelő elviszi és vele hál, akkor megveti a másikat, hogy azt nem vették észre, mint őt, és nem szakították el a szalagját. Csupa ocsmányság, ami náluk történik. Hogyan hiheti, és mondhatja mégis, hogy ezek hatalmasságok. Kézművesek és aranyművesek készítették őket, azzá lettek, amivé készítőjük tette őket. Készítőik sem érnek el magas kort, hogyan lehetnének akkor hatalmasságaik az alkotásaik. Az utódokra is csak csalást és szégyent hagynak. Ha ugyanis háború vagy csapás fenyegeti őket, a papok azon tanakodnak egymás közt, hol rejtőzhetnének el velük együtt. Miért nem értik tehát meg, hogy nem lehetnek hatalmasságok, akik magukat sem tudják megmenteni a háborútól és veszedelemtől? Mivel fából vannak, és aranyjal és ezüstel vonták be őket, azért végül is kitudódik, hogy csak hamis képek. Minden nép és király előtt nyilvánvaló lesz, hogy nem hatalmasságok, hanem emberi kézművei, és nincs bennük isteni erő. Kielőtt nem világos hát, hogy ezek nem hatalmasságok. Egyetlen ország élére sem tudnak királyt állítani, esőt sem adnak az embereknek. Nem ítélkeznek az emberek fölött, és senkit nem védenek meg, akivel jogtalanság történt, hiszen tehetetlenek, mint a varjak, amelyek az ég és a föld között keringenek. Ha pedig tűz fenyegeti a fából való, aranyozott és ezüstözött hatalmasságokat, akkor a papok ugyan kimenekülnek, de ők épp úgy odaégnek, mint a gerendák. Királynak vagy ellenségnek nem képesek ellenállni. Hogyan gondolhatja vagy hiheti át valaki, hogy ezek hatalmasságok? A fából való aranyozott és ezüstözött hatalmasságok nem menekülhetnek sem a tolvajok, sem a rablók elől. Ezek erősebbek, mint ők, elviszik az aranyat és az ezüstöt, és a rajtuk levő ruhát is, és eltűnnek vele. Tehát magukon sem segíthetnek. Ezért egy király, aki él a hatalmával, olyan, mint egy használható eszköz a házban, amit a tulajdonos fel is használ, többet ér, mint a hamis hatalmasságok. Az ajtó is, amely megvédi, ami a házban van, többet ér, mint a hamis hatalmasságok. A király palotájában egy faosztop értékesebb, mint a hamis hatalmasságok. A nap, a hold és a csillagok, amelyeknek az a szerepük, hogy világítsanak, engedelmeskednek. Hasonlóképpen a villám is, ha felcsillan, szép látvány. Ugyanígy a szél is minden vidéken fúj és ha Elohim a felhőknek megparancsolja, hogy vonuljanak végig a földön, teljesítik a parancsot. És ha a tüzet leküldik felülről, hogy perzselje föl a hegyeket és az erdőket, megteszi, amit parancsolnak neki. Ezek a hatalmasságok azonban sem megjelenésükben, sem erejükben sem hasonlítanak hozzájuk. Ezért nem lehet sem hinni, sem mondani, hogy valóban hatalmasságok, hiszen nem képesek ítélkezni az emberek fölött, vagy velük jót tenni. Ismerjétek el tehát, hogy nem hatalmasságok, és ne féljetek tőlük. A királyra nem hozhatnak sem átkot, sem áldást, nem adhatnak jelet az égen a népek számára, és nem ragyognak, mint a nap, és nem világítanak, mint a hold. Az állatok még szerencsésebbek, mint ők mert segíthetnek magukon úgy, hogy a rejtekbe menekülnek. Semmiképpen nem látjuk tehát, hogy ezek hatalmasságok volnának. Azért hát ne is féljetek tőlük. Ahogy a madár ijesztő az uborka földön nem őriz meg semmit, úgy vannak az ő fából való, aranyjal és ezüsttel bevont hatalmasságaik is. Hasonlítanak a kerti bozóthoz is, amelyre minden madár rátelepszik. Fából készült aranyjal és ezüstelbe vont hatalmasságaik hasonlítanak még a halottakhoz is, akiket levetettek a sötétségbe. A rajtuk tönkre menő bíborról és bisszusról is felismerhetitek, hogy nem hatalmasságok. Végül ők maguk is tönkre mennek és az ország szégyenévé válnak. Jobb tehát, ha az ember igaz és nincsenek báványai, mert így elkerüli a megszégyenülést.